Szeretettel nektek. Köszönöm szépen. A tolnai intézmények és az önkormányzat falaira kerül fel hamarosan az 57 fotó, amiket a tolnai Fotós Weekend résztvevői készítettek és ajánlottak most fel a városnak. A képek a fotós találkozó elmúlt 7 évének legjobb alkotásai közül kerültek ki. Ez egy nagyon példaértékű kezdeményezés volt, amit a Fotós Weekend fotósai és Élükön Pámer névű Kik Lárával, aki ennek az egésznek a megálmodója, megszervezője, ezt felajánlották. Gyakorlatilag most a város összes önkormányzati intézményébe kerül ezekből a fotókból néhány. Én annak örülök, hogy érdemesnek tartják az ország több részéről is városunkat azért, hogy ide jöjjenek fotózni. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy van mit fotózni ebben a városban, mert nem csak természetfotók vannak, hanem épületfotók is, és szobrok, emberek, akik valamitől fontosak a mi szívünknek. Minden embernek egyénisége van, más dolog jut eszébe a helyszínről, és más témát választ magának. Nyilván a belső kivetülés hihetetlen sokat jelent egy kép elkészülésénél, még akkor is, hogyha ugyanazon a helyszínen történnek a felvételek. Éppen ezért nehéz elmondani azt, hogy miről mesélnek ezek a képek, meg kéne kérdezni a szerzőket, hogy mit látott benne. A lényeg az, hogy ezek a képek nagyon látszik a belső kivetítettség, és látszik az bennük, hogy az egyéniséget szerette volna belevinni. Én azt gondolom, hogyha egy kép elé odállítanak 10 embert, és onnan megkérdezik őket külön-külön, hogy mit gondolnak róla, valószínűleg 10 féle választ fognak adni. Ez a szép ebben az egészben. A képeket nézve az ember hitetlenkedve gondol bele, hogy azokat nem hivatásos fotósok készítették. Nem véletlenül az alkotók ugyanis rengeteget fejlődtek az évek alatt a Tolnán eltöltött közös hétvégéknek köszönhetően is. Hihetetlen sokat változtak. Ebben talán az is közre játszik, hogy megbeszéltük ezeket a képeket, miután elkészültek, hogy mi hogyan gondoltuk volna. Vannak-e esetleg olyan dolgok, amit másképpen lehetett volna megoldani, ami a kompozíción segített volna. És úgy látszik, hogy ezek a jó tanácsok, ezek avatott fülekre találtak. A kezdő fotós az általában a színek elvarázsolják, és a színkavalakat fényképezik, ami igazán nem biztos, hogy jól fog mutatni. Nagyon sok esetben a visszafogottság volt az, amit igyekeztem mindenkivel tudatosítani, hogy próbálja magát visszafogni, és csak a leglényegesebb dolgokra koncentrálni. És az sem baj, hogyha a színek azok háttérbe szorulnak, egy monokorom kép sokkal izgalmasabb, érdekesebb lehet, mint egy túlságosan színezett kép. A tolnai Fotós Weekend igazi sikertörténet. A közös alkotással eltöltött hétvégék sikerét mi sem példázza jobban, mint hogy 9 éve minden esztendőben szép számmal érkeznek alkotók az ország minden részéről Tolnára. Beléptem a MAFOSZ-ba, mint pártolótag, Magyar Fotoművészek Országos Szövetségében, és rendeltem tőlük egy kiállítást a Bárka Fesztiválra ide Tolnára. Akkor még intézményvezető voltam, és gondoltam, hogy milyen érdekes lesz. És akkor megrendeltünk egy 100 év fotográfia címmel egy anyagot, egy győri fotóművész hozta el, és ő mesélt arról, hogy milyen jó fotós víkendeket szoktak csinálni Győrben, a Dunaparton, ruhaszállító köteleket veszítenek ki, és akkor a végén mindent kinyomtatnak, felcsiptetik. Mondom, ez nagyon jó ötlet, akkor én már jó pár éve fotóztam, mondtam, hogy ki kéne próbálni. És akkor felhívtam a Zsoltot, megkérdeztem tőle, hogy ő a profi, mégis mi a véleménye erről. Hát azt mondta, hogy szerinte nagyon jó ötlet, hirdessük meg. Hát én úgy gondoltam, hogy én a tolnai hírlapban meghirdettem, és akkor a tolnai fotósok majd eljönnek. Azt mondta, hogy hát, csináljunk azért egy nagyobb merítést, és akkor föltettük a Naturartnak a honlapjára, és akkor egyszer csak elkezdtek jönni a jelentkezők Nyíregyházáról, Tárnokról, Érdről, Győrből, mindenhonnan. A fotósok az elmúlt évek alatt Tolnát és a környékét is túlzás nélkül mondható, hogy szinte teljesen körbefotózták. A város összes középületét, meg régi, gyönyörűséges, gyönyörű architektúrájú épületét, kapuit, kilincseit, ezeket mind megörökítettük. Voltunk a művészeinknél is, szerencsére sokan vannak, népi iparművészeknél, végig látogattuk a
múzeumokat. Gyakorlatilag bejártuk az egész vidéket, Tolnát és környékét. Most már egy kicsit kiterjesztettük, mert most már Faddót, Bogyisztót, Üstölgyest, sőt egy kicsit most már Szekszárdra is átmentünk, tehát haladunk. Én azt gondolom, hogy van még téma, jöhetnek a fotós weekend fotósai még hosszú éveken keresztül, mert azt gondolom, hogy mindig lesz mit fotózni, de nagyon fontos az is, hogy más milyen szempontból látja ezt a várost, hogy milyen szemszögből vesz észre egy-egy szobrot, egy-egy virágot a városba. Ugye ez a szemlélet, ez nem feltétlenül azt tükrözi, amit mi megyünk minden nap ugyanaz az épület mellett el, vagy bemegyünk minden nap a templomba, de nem vesszük észre, hogy azt a szobrot olyan szemszögből, ahogy a fotós észrevette. Én azt gondolom, hogy legyünk büszkék arra, amink van, és legyünk büszkék arra, hogy más is fontosnak tartja azt, ami nekünk szép és a szívünkhöz közel álló.